400 km volt a mai gyorsasági szakaszunk, ahol nagyon változatos volt ez a mai nap is, hiszen az elén egy olyan triállal kezdtünk, hogy nem is gondoltam, hogy fel fogunk menni oda az autóval, de aztán felment, egy egyesbe full gázon nyomtam, hogy kapartja a köveket. Utána jöttek a dűnék, ma is nagyon jól sikerült, ott tényleg nagyon, nagyon elkaptam a dűnéket, úgy érzem, és nagyon jó. Nagyon sok autót meg is tudtunk ott előzni a dűnék között, sokan ástak egyébként, sokan beragadtak, vagy technikai problémáik volt, illetve azért látunk felborult autókat, kamionokat is. Utána jöttek megint a triálos részek, ahol sajnos a CP után kaptunk két defektet, ahol sajnos kiderült, hogy nem működik a autó emelő, úgyhogy nagyon lassan, több mint 10 percbe tellett, amíg ki tudtuk cserélni az első defektet. 5 perc múlva megkaptuk a második defektet, úgyhogy még 10 perc, legalább 20 perc így benne maradt, de a végén aztán egész jól összeszedtük meg magunkat, úgyhogy tartalékkerék nem volt, úgyhogy kicsit visszavettem a vezetésből, illetve a legvégén az utolsó 8 kilométeren még kifogyott az egyik ilyen side-by-side-osnak az üzemanyaga, és azt még beúsztuk a célba. A Laci nagyon jól navigált ma, tegnap is egyébként. Egyszer fordult elő, vagy kétszer, hogy vissza kellett fordulni és keresni a nyomot, illetve volt még egy olyan is, amikor egy triál részen egyszerűen nem tudtam felmenni a dombra, mert megakadt az autó alja. Az volt a szerencse, hogy visszafele el tudott indulni, úgyhogy le tudtunk tolatni. Ott próbálkoztunk egy kicsit, de egyébként egy jó nap volt.